Az egyik versenyszáma 60 méter volt, a másik meg a 200 méter. Nagyon örültem neki, mert erre nem számítottam. Két a 85 éves női kategóriában szerzett aranyérmét mutatja Lóki Tamásné, pécsi sprinter. Február 20-a és 27-e között a portugáliai Braga városában rendezték meg a szenior fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságot. A koronavírus járvány miatt 3 évet vártak rá a sportolók, a legutóbbi kontinens tornát 2019-ben tartották. Azóta is folyamatosan edzettem, és most voltam a fedett pályás Európa-bajnokságon Portugáliába, Bragába. Itt sikerült a 60 méteren országos csúcsot futnom. Az jó sikerült, az a futásom. A 200-tól nagyon féltem, mert benn a futófolyoson 200-ra nem lehet készülni. Néha, mikor jobb idő volt, ki tudtam idejönni, de az nem volt elég, de azért így is sikerült. Lóki Tamásné, aki példamutató életútjáért, a sport iránti elhivatottságáért, az idősek mozgásra ösztönzésének elismeréséért a tavalyi év végén vehette át az első alkalommal odaítélt Monsport Sarolta díjat Budapesten, most az országos bajnokságra készül, nyáron pedig a világbajnokságon indul, akkor már szabad téren.